Ahogy észrevette kameránkat, a teve csikó azonnal kíváncsian dugta ki fejét a karámból. Izgatottságát lábmozdulataival is jelezte. Bátran közelebb is mehettünk hozzá, ugyanis Krisztus előtt 2500 körül háziasították Észak-Kelet-Afganisztánban az állatfajt. Már velem is nagyon barátságos ez a kis teve hölgy itt a Nyíregyházi állatparkban. Nem csoda, hiszen április óta gondozók etetik és nevelik. Bár voltak kritikus időszakok, amikor két óránként éjszaka is etetni kellett a kis koncert, a gondozók maximálisan helytáltak, és a mai napig pótszülőként gondozzák. Mindenre azért van szükség, mert a csikó születésekor árván maradt születésekor komplikáció adódott, és sajnos elhullott a nőstény egyed. Ilyenkor nyilván az apa állat nem tud semmit tenni. Ilyenkor a mi gondozóink veszik át a pótpapa szerepét. Hatalmas tapasztalatokkal rendelkezünk, hiszen már kisorosznán bölényt, vagy akár tevét is neveltek a gondozóink, úgyhogy tudtuk, mi a protokoll, és a szemmel láthatóan látszódik, hogy egy makkegészséges kis kanca növekszik szépen a pótpapák kezei alatt. A most 9 hetes tevének már vastag, bozontos és durva a csokoládébarna a színű szűre. A nyakalján hosszabbak a szőrszálak, mint egy szakáként lógva az állaton. Etetés közben viszont ezen a szőrzeten könnyen nyomot a speciális tápszer. Ez egy fehérjében, szénhidrátban, káciumban és D-vitaminban nagyon gazdag tápszer, melyet 6 hónapos koráig fog kapni. Ahogy telik az idő, úgy egyre kevesebb szer, és átváltjuk száraz nevelőtápra, mely szintén nagyon jó tápértékekkel rendelkezik. Szükség is van ezekre, hogy egészséges, erős csontozatú legyen, amikor fél évesen csatlakozik a park többi tevéjéhez, és átesik első randián. Míg Ázsia szerte az ember szolgálatában áll a teve, a Nyíregyházi állatparkban inkább játszótársnak tekinti a gondozóját. Így a hamarosan induló zósuliban is könnyebb lesz bemutatni a különleges tulajdonságait, például, hogy alkalmazkodott a szélsőséges ázsiai időjáráshoz, azaz mínusz 30 foktól plusz 40 fokig mindent kibír. A szakirodalom szerint akár 100 liter vizet is képes meginni 10 perc alatt. A két pupu teve további különlegessége, hogy két soros a szempillája, és zárható az ornyílása.